tulajdonképpen négy pontból áll az igehirdetésem. Az első egy észrevétel, vagy egy feltűnő dolog. Bizonyára tudnak róla a kedves testvérek, a gyülekezet tagjai, talán a legfiatalabb nemzedék kivételével, hogy Petőfi Sándor születésének a 200. éves bicentenáriuma, tehát ünnepe van. Én ezelőtt egy 25 évvel jártam egy városban, és a legnagyobb meglepetésemre az egyik fa, egy nagy, jó nagy, nem tudom milyen típusú fa, annyira azért nem értek hozzá, törzsére, körbe egy fémlemez volt föltéve. És a fémlemez engem nagyon meglepett, és a fémlemezre az volt írva, hogy ezen fa alatt ülve írta Petőfi Sándor ezt és ezt a költeményét, hadd ne mondjam meg melyiket. És azon gondolkodtam, hogy milyen érdekes, hogy mi ezt, hogy Petőfi Sándor itt járt, azt mennyire komolyan veszünk. Nem kell messze menni, itt van a Varró utcában, a Varró utca 4-es iskola épület mellett egy tábla, hogy ebben az épületben vett szállást Csokonai Vitéz Mihály, amikor legátus volt. Hát itt járt. Nagyon érdekes, hogy a Biblia is nyilván tartja Jézus élettörténetének a szintereit. Mert tudjuk, hogy hol született? Ezt már azért a kisebbek is tudják, hogy Betlehemben. És hogy nevezték, hol nőtt ő föl? Názáretben. Ezért nevezték názáreti Jézusnak. Azt is tudjuk, hogy Jeruzsálembe fölvitték, hiszen nem csak, hogy körülmetélték, ami abban az időben kvázi mintegy a keresztelést helyettesítette, az volt előbb, de a néphez való tartozást jelentette, és Jeruzsálemben konfirmált, mai szóval élve, hiszen amikor 12 éves volt, akkor megint csak ott volt Jeruzsálemben. De egyetlen egy városra mondja azt a Biblia, hogy Jézus otthon volt. És ez fontosnak tartotta, ez pont ez a hely, Kapernaum.